A helyszín Szabolcs megye Máté Szalkai MTK az Újpest gárdáját fogadta, azok után, hogy az Ibrányt és a Hidas Németit búcsúztatta az első, illetve a második fordulóban. Támadnak a bordómezes hazaiak, kikerül a labda a bal oldalra, és Gergely Máté próbálja oda beívelni középre, és még mindig ott a labda, most kerül oda a 11-es pont környékére, Diaby próbál felszabadítani, aztán egy nagy lövés, és Sárosi Máté bombagóljával megszerezte a vezetést. A Máté Szalka, ez hatalmas teljesítmény, hiszen a Szabolcs megyei első osztályban a 9. helyen áll ez az együttes. Simon szöglete, természetesen az Újpest szeretne mielőbb kiegyenlíteni az előző szezonban. Az elődöntőig meneteltek a lilafehérek, és az egyenlítés össze is jön még hozzá Csongvai révén. Simon szöglete után ugye láthattuk, hogy Diaby fejelt, az kipattant, és aztán Csongvai lőtte a kipattanót a kapuba. És továbbra is az Újpest támadásban. Katona teszi tovább a labdát, Simon, jónak tűnő beadás, és pár percen belül fordít az Újpest, méghozzá Csobot góljának köszönhetően. A 24. percben jártunk ekkor, és 2-1 a vendégeknek. Guré kapja a labdát, és a 40. percben 3-1-re módosítja az állást. Csobot adta a gólpaszt, egyébként a Csobot, aki betalálta ezt megelőzően, az első gólját szerezte az Újpest színeiben. Aztán a visszatérő Burekovicsnál a labda, ő pedig visszatérése után az első gólját az Újpestben nagyon higgadtan helyezett a jobb alsó sarokba. Burekovics Szabó Bálint hosszú átadását követően 4-1 a 62. percben a lilafehéreknek, és továbbra sem volt vége a gólgyártásnak. A háttérben láthattuk, hogy milyen sokan is látogattak ki erre a mérkőzésre Máté Szalkán. Egy nagy védés a kapustól, Budaházitól, aki csereként érkezett a félidőben Szilágyi helyére, és a gólt végül a kipattanó után Juic szerezte, előtte Pauljevic adta be Lénnek, de Lén fejesét még tudta védeni a kapus. Burekovics teszi előre, és megint Jack Lén kerül a helyzetbe, őt azonban felvágják, méghozzá Fejes János volt a szabálytalan. Jogos a 11-es, és a 18 éves Varga György Balázs talál be, ez az első gólja az Újpest felnőtt csapatában. Máté Szalka, Újpest 1-6. Az, hogy így kezdtük a mérkőzést, ez egy negatívum, de az viszont egyértelműen pozitívum, hogy nem estünk össze, nem kezdtünk el negatívan gondolkozni, hanem folytattuk, amit tudunk csinálni, és utána szereztünk 6 gólt, ami jó dolog. Boldog vagyok, hogy a fiatal játékosok is pályára tudtak lépni és gólt is szerezni, szóval örülök a győzelemnek, egy fontos lépés volt ugye a kupában, ezt is meg kellett lépni, és megyünk tovább. Szereztünk 6 gólt, sok játékos kapott játéklehetőséget, de a legerősebb csapatunkkal játszottunk. A mi helyzetünkben ez fontos volt, hogy önbizalmat szerezzünk. Hatalmas megtiszteltetés volt, hogy Magyarország egyik legnagyobb patinásabb klubját tudtuk fogadni. Óriási élménnyel gazdagodtunk minden téren, hatalmas ugye felhajtás, tényleg igazi futballünnep volt most Máté Szalkán, és ezt emeltünk a mérkőzés előtt, hogy ezért kezdtünk el ugye ezt a gyönyörű sportágat, ezért kezdtünk el futballozni, hogy ilyen élményekkel gazdagodjunk. Óriási dolog elsősorban, hogy gólt szereztem egy NB1-es csapat ellen. Igazából nagy élmény volt ennyi szurkoló előtt játszani. Azért egy bajnoki meccsen nem szoktak ennyien megjelenni nyilván, de nagyon, nagyon jó érzés volt.